A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége megrendezte az Országos Székely Találkozót a Magyarság Háza és a Hőgyészi Székely Kör társ szervezésében. Szentmisével indult a rendezvény, díjak átadásával, majd kötetlen programmal, beszélgetéssel. Találkoznak ilyenkor a tagegyesületeink, külföldről érkező aldunai székelyek, Érdről érkezők, és egy jó közösségi nap számunkra a mai. Potápi Árpád János államtitkár és a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy a bukovinai székely családok családfája az 1700-as évekig visszavezethető, 98%-os ennek a kutatásnak a feldolgozatsága, illetve a gendérképe is megvan. 35 évvel ezelőtt alakult meg a Székely Szövetség, most már Bukovinai Székely Országos Szövetsége a neve. Azt annak idején Bonyhádon 16 egyesület hozta létre, tagkör. Most 46 ilyen működik Tolna megye déli részén, elsősorban a Völgységben, Észak-Baranyában, Érd környékén, illetve Bács-Kiskun egyébben három településen, Dél-Erdélyben, és az Aldunánál Vajdaság déli részén. A Székely Szövetségnek is, illetve a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének is köszönhetően a népcsoportunknak a kultúráját, hagyományait, szokásait, népviseletet, minden egyebet talán sikerült jobban megőriznünk. Kevés olyan magyar népcsoport van, mint mi, talán egy se, akiknek ennyire megvan kutatva a történetük, a néprajzuk, a hagyományaik. Ahogyan a szervezet munkájából és a rendezvények sikeréből látható, a bukovinai székelyeknek nem csak múltja van, hanem jelene és jövője is.